Sokszor találkoztam avval, szóval, hogy történelem. De hát mit is jelent ez? Na, akkor mondj el, Lacika. Úristen, a lába patáját! Oda neki a diplomát! Megfejtett a rejtét! Ma felfedeztük a történelem lényegét, mert Lacikának barna a kutyája. De én most felidézném Szent István idézetét. Az izé történelem, és ha veszel az internetet egy zacskót, megtudod az értelmét. Úristen, a Szent István mondta, szerintem azonnal megnézem a internetet. Ebben sem értünk semmit. Lehet akkor Szent István ivott néhány vodkát. Ki tudja? Megyek a buba bibla, az a kókusztáját a adonidada. Úristen, ott a fecske, és tudószik. Van egy jó ötletem. Írok egy levelet, és elküldöm postán. Lehet, hogy majd visszajön egy másik levél, és elmondja, mi a történelem lényege. Ez az itt is a levél. Na, nézzük meg. Kedves Goldi, a történelem egy fos. Inkább menjél játszani a képzésbeli barátaiddal. Írta izé. Ja? Egy-kettő. Úgyis van nekem olyanok. Ugye, Frank? Frank? Frankét valamán akkor jövünk rá, ha megnézünk egy olyan cikket, ami soha nem olvastál volna el, mert uncsi. Nem is lesz, Frank. Á, meg is van. Ebből nem veszek ki semmit. Lehet, hogy nem véletlen írták ezt. Lehet, hogy ez a döntés az én kezemben van. Lehet itt a világ vége? Történelmi esemény. Akkor meg kell tennem a utolsó dolgot, amit mindig akartam a életembe.